Jó estét kívánok! Ma 1918-19-ben, vagyis az első világháború utáni időkbe utazunk. 1918. november elején hangzott el Lindner Béla hadügyminiszter híres mondata: soha többé katonát nem akarok látni. És hogy mit jelentett mindez az ország számára, erről lesz szó ma az M5 históriában. Hadsereg nélkül háborúban. Milyen következményekkel járt az ország számára a világháború vége? Akik nem tették le a fegyvert, a székely hadosztály küzdelmei a sors ellen. Egy amerikai tábornok lovagló ostorral, Harry Bentholz a Nemzeti Múzeum őrangyala. Alternatív valóságok. Mi lett volna, ha Magyarország török példára mozgósít? Mi is elkerülhettük volna az ország szétdarabolását? Itt van velünk már a stúdióban Ligeti Dávid történész, szeretettel üdvözlöm. Van egy 100 éves történészi kérdés, vagy történelmi kérdés az, hogy ami 1918-19-ben történt velünk, és ami Trianonhoz vezetett, az szükségszerű volt, vagy hogyha az ország vezetői kicsit másképp viselkednek, akkor legalább részben elkerülhető lett volna. Ön mit gondol? Hát én a második megközelítésnek vagyok a híve, lehet így mondani. A történelme mindig vannak alternatívák, és az, hogyha azt szoktuk mondani, hogy a mi lett volna, ha kérdését nem szabad föltenni, tudománytalan föltenni. Mi feltesszük majd az adás végén egyébként. Igen, és ezt meg is kell szerintem mindenképpen tenni, akkor egy picit látnunk kell, hogy a determinista szemléletet még az előző, mondjuk így államszocialista történelemtől örököltük, tehát mindenképpen ez jogos kérdésfölvetés, és hát ki kell emelnünk, hogy valóban egy olyan korszakról van szó, amely nagyon rövid időszak, néhány hónapig, egy-két évig tart, és mégis a mai napi meghatározó fontossággal bír a nemzet életében. Egyelőre köszönöm, innen folytatjuk mindjárt, előbb azonban lássuk, hogy mi is történt 1918. novemberében Magyarországon. őszére egy 4 éve tartó világháború közeledett a lezárás felé. Október 17-én hangzik el a Magyar Képviselőházban Tisza István híres kijelentése, miszerint ezt a háborút elvesztettük. Október 23-án megalakul a Magyar Nemzeti Tanács, amely át akarja venni a végrehajtó hatalmat, követeli Károly Mihály kinevezését. Az uralkodó IV. Károly hosszas vonakodás után október 31-én az őszi rózsás forradalom másnapján nevezi ki őt miniszterelnöknek. 1918. november 3-án a monarchia megköti a padovai fegyverszünetet az Antanttal. Csak hogy a Károlyi kormány kijelenti, hogy önmagára nézve azt nem tekinti kötelező érvényűnek, ezért új tárgyalásokba kezd. A november 13-ai belgrádi egyezményt már jóval előnytelenebb kondíciókkal kötik meg Magyarország számára, mint amilyen a padovai volt. Társaságunk kiegészült Nánai Mihály történésszel, szeretettel üdvözlöm Önt is. Ugye két fegyverszünetről beszélhetünk, az egyik a pádovai, november 3-a, a monarchia köti, ez még egy kicsit jobb kondíciókat mond Magyarország számára, de mi mégiscsak megkötjük a belgrádi konvenciót is, november 13-án, hát az már sokkal rosszabb feltételekkel. Pontosan mi a kettő közötti különbség? A pádovai fegyverszünet az olasz frontra vonatkozó területi intézkedéseket tartalmaz. Ilyen módon a Magyar Királyság többi területét érintetlenül hagyta, és egyébként ez a szerződés értelmezéséből is következik, tehát az egy teljesen helytálló állítás, hogy a padovai fegyverszünet Magyarország számára kedvező intézkedéseket jelentett, azaz az ország területe kívül esett a demarkációs vonalakon. Ezzel szemben a belgrádi katonai konvenció, amit november 13-án írnak alá, mélyen belehasít az országnak a déli területébe, Pécs, Baja, egész Dél-Erdély és Székelyföld oda lesz, ráadásul ezzel ugye a katonai védelemnek elég erős lehetőségei, a déli folyami határok vesznek oda, tehát egy sokkal kedvezőtlenebb feltételekkel bíró dokumentum. Itt ki kell azt emelni, és egy picit talán árnyalnám azt, amit Nánai doktor úr mondott az előbbiekben, hogy
jogi értelemben, kötő értelemben a padovai fegyverszünet a balkáni frontra is érvényes volt. Tehát ha megnézzük a dokumentumot, valóban ott nincsenek benne területi változások megszabva, pusztán azon benne, hogy a monarchia 14. évi határaira kell, tehát a háború előtti határokra kell visszavonulni. Az a történelmi Magyarország határaira, hogy bennünket úgy is nézem. Fogalmazhatnánk, ezt nem szoktuk megtenni a szakmában sem, de úgy is lehetne megfogalmazni, hogy a padovai fegyverszünet garantálta a Magyar Királyság 1914. évi határait, ráadásul egy antant megerősítéssel, tehát ez mindenképpen egy fontos megállapítás. Másik pedig az, hogy a belgrádi egyezmény megkötése, tehát a Károlyék azzal magyarázták, vagy azzal védték a későbbiekben is, amikor már bekövetkezik a trianoni katasztrófa, tehát már az utólagos ismeretek birtokában is ezt tették, hogy ebben az új helyzetben egy új magyar állam jött létre, tehát szükséges az, hogy gyakorlatilag a magyar állam is egy nemzetközi jogi szerződésen megjelenjen ebben a térségben. Egy nagyon rövid kapcsolódást csak hadd tegyek, tehát hogy már itt szerintem 1918. novemberében kiderül az, hogy valójában a korszakban ököljogon dőlnek el a fontos kérdések, tehát a padovai fegyverszünet abban az esetben lett volna tartalommal kitölthető, hogyha van mögötte egy ellenállás vagy egy ragaszkodás ez a fegyverszünethez. Itt ez föl sem merült, mert nyilván abban a külpolitikai koncepcióban képzelte el a kormány, hogy az Antanttal együttműködve kell, ha pedig az Antantnak az a követelése, hogy a déli területeket ürítsék ki, akkor ezt meg kell neki tenni. Tehát már 18 novemberében az jól látszik, hogy egy erőteljesebb ellenállást fölmutató politika, akár a padovai fegyverszünethez ragaszkodva más utakon indulhatott volna el, mint ami később megvalósult. No igen, hát ugye Rinner Bélának elhangzik, ha jól emlékszem, november 2-án talán az a mondat, hogy soha többé nem akarok katonát látni. De hát milyen hatása van ennek a mondatnak a magyar honvédségre, a magyar hadseregre, jönnek vissza a katonák a frontról és elkezdik leszerelni őket? Itt azt kell látnunk, hogy megértsük Lindner szavait, bele kell kicsit a korabeli közhangulatba helyezkednünk. Tehát egy 51 hónapos háború végén vagyunk, mi rengeteg veszteséggel járt. Tudjuk azt, hogy a Magyar Királyság területéről megközelítőleg 3,8 millió katona vonult hadba, és ebből a 3,8 millió emberből nagyjából minden másodikat, tehát közel 2 millió fővel történik valami. Tehát vagy meghal, megsebesül, hadifogságban van, ne adj Isten eltűnt. Tehát egy nagyon súlyos veszteségi állapotból indul el az ország. És tulajdonképpen én azt gondolom, hogy Lindner erre a helyzetre fókuszált lényegében ebben az elég szerencsétlen szónoklatában. Ugye ezt mentegetik úgy manapság is még történészek, hogy nem volt teljesen esetleg józan állapotában. Ugye tudjuk azt, hogy Lindner poszttraumás szindrómában szenvedett valószínűleg, hiszen a világháború folyamán tüzérezredesként szolgál. Mindenre lehet adatot hozni, illetve beszámolókra támaszkodni. Ezzel együtt is ez a mondat azért a kortársak közül is sokak fülébe belemászott, vagy sokak képzeletét megragadta, és nem mondhatjuk azt, hogy ez egy közismert, vagy olyan mondat lett volna, amelyel a társadalom nagy része azonosult volna. De ehhez képest jött Károlyi, és pacifista szólamokkal, és pacifista politikával. Azért ugye 4,5 hónapig van nagyjából hatalmon. A 4,5 hónap az éppen elég volt arra, hogy a történelmi Magyarországot hát tönkretegye, mondhatjuk így talán, én mondhatom, lehet, hogy történészek másképp fogalmaznak. Szóval Károlyi miért ilyen pacifista? Mit mondhatunk róla? Egy szó erejéig még Linderre visszautalnék, szerintem óriási jelentő van a külön, hát ennek a szónoklatának, de aztán az intézkedésnek is, amelyik leszereli a hadsereget. Mert külön kell választanunk a frontokon, ugye ekkor még, amikor hatalomra kerül a Károlyi kormány, a frontokon kint vannak a harcoló alakulatok, tehát a lázongó, fegyelmezetlen alakulatok, azok a pótalakulatok itthon. Egy másik kérdés, hogy ővelük mit kell tenni, leszerelni akár, de a frontról hazaérkező alakulatoknak jelentős része, tehát mintegy 300 ezer katona körül alakzatot megtartva. Révész Tamás 318 ezerről beszél a könyvében. Tehát Kratochvil Károlyra gondoltunk, Nagyváradig, vagy Kozma Miklós leírja az emlékiratában, vagy Székesfehér, vagy Nádasdi huszárok, tehát többet is lehet mondani, és ezeket az alakulatokat megtartó egységeket is feloszlatták, amikor hazaérkeztek. Károlyihoz átkanyarodva, ez egy illúzión alapul, tehát hogy én egy doktriner naivitásnak tudom ezt nevezni. Aztán később nevezni. Könyvet írt, Hit illúziók nélkül címmel, de hát ezek szerint pont a fordítottja igaz.
Azt mondhatjuk, hogy abszolút illúziókkal. Tehát ez az Antant barátság gondolata azt jelképezné, hogy egy 4,5 évnyi háború után az Antant megbocsájtva minden ellenségeskedést, Károlyi francia kapcsolatai miatt egy béketárgyaláson objektíven vagy semlegesen fogja. Ez a teljes naivitás, ilyen a világtörténelemben nem fordult elő, tehát természetesen a saját koherenciája megvan a gondolatnak, de hogy egy ilyen naivitásra tegyék föl Magyarországnak a sorsát, ez mindenki éppen fölveti a felelősség kérdését, és ebből vezethető le a katonapolitika, külpolitika, minden egyéb az Antant barátság kérdéséből, amire egy igazi reálpolitikus, vagy hadd hozzam párhuzamként ide a soproni népszavazást, ahol a korabeli magyar vezetők nem szálltak nyíltan szembe a nemzetközi döntésekkel, de természetesen háttérben mégiscsak a helyi ellenállókat támogatták, tehát hogy valami ilyen racionalitás ekkor is elvárható, azt gondolom, különösen mikor Belgrádban a tárgyalás során expressis verbis elhangzik, hogy François Despery, a francia tábornok lelkezelően legyint, amikor a Wilsoni elveket említik, de az utolsó utáni pont, ahol nyilvánvalóvá válik, hogy nem lehet erre alapozni, amikor Berthelot francia Antant összekötő a románokat fölhatalmazza, hogy még alig száradt meg a tinta a belgrádi konvención, de Antant egyetértéssel átléphetnek rajta, és Erdélynek a további területeit is megszállhatják. Tehát tulajdonképpen 1918. november végén, de december elején mindenképpen nyilvánvalóvá kellett válnia, hogy az Antant barátság és a Wilsoni elvek nem működnek. Tehát innen folytatjuk majd a beszélgetést, még a műsor végén visszatérnek ide hozzám. És a frontról hazatérő katonák egy része minden esetre nem tette le a fegyvert, hanem kisebb-nagyobb alakulatokban tovább harcolt. Egy ilyen katonát személyesít meg a következő dokumentumfilm. Lássuk! Kedves bátyám, rég nem írtam neked, de igen hosszú utat tettem meg azóta. Tehát meg sem kaptad utolsó lapomat, tehát ezt sem kapod meg soha. De azért írok, és járom az utam. És mindannyian, akik nem tettük le a fegyvert. Nem tettük le, amikor gyalázatos módon majd 400 000 magyar és osztrák bakával letétették, még 18. november 3-án, 13 óra 20 perckor. Pedig a fegyverszünet csak 4-én, 15 órakor lépett érvénybe. Ezt kihasználván angol és olasz csapatok egy nap alatt több mint 400 000 harcedzett, frontot próbált bajtársunkat ejtették foglyul. Vajon kész akarva juttatták őket idegenfogságba? Mély szükség lett volna rájuk a hazahatárain. Néhányan azonban nem tettük le a fegyvert. Összegyűltünk és elindultunk hazafelé. Csatlakoztunk Ratopil Károly ezredéhez. 1918. november 17-én Nagyváradra teljes rendben vonultunk be, fegyverzetben. Az állomás előtt fogadott a polgármester, a katolikus és a református püspök. Ratopil Károly felajánlotta szolgálatait Károlynak, de az elutasította, és nem tartott rá igényt. Harcra kész, honvédekre, akik készek a hazavédelmére, amikor körös körül ugrásra készen az ellenség? Mondd, bátyám, ki vagy mi az az ember? Őrült vagy hazáruló? Aztán kommunista agitátorok lepték el a laktanyát, és világbékéről, nagyhatalmak jóindulatáról, internacionalizmusról hadováltak össze-vissza mindent. Az ezred pedig felbomlott. Az ellenség pedig benyomult a szülőföldünkre. Székelyföld elsőként került idegen megszállás alá. Hidán Csaba történész régész van itt velünk. Hát megint azt mondhatnám, hogy teljes 1918-as pompában. Székely hadosztály? Székely hadosztály. Nagy tisztelettel kell, hogy rájuk nézzünk, most még a 21. században is. Fantasztikus emberek lehettek. Természetesen, hiszen... Igen, érdemes levenni, mert igen, így jobban látni a fejedet, de ez teljesen az ő egyenruhájuk, az ő fegyvereik. Rekonstrukciók vagy eredeti? Egyrészt eredeti, egyrészt rekonstrukció, és... Szabad megjegyeznem, hogy a kezemben valóban egy német puska van, ez csak azért a ilyen Facebook szakértők, akik beleszólnak a adás után sok mindenben, használtak K98-as német puskát korabeli feljegyzések szerint. Jó, előre a kommenteket megelőzted, nagyon, nagyon bölcs dolog. Többiek fokosuk is volt, tényleg? Igen.
Igen, használták is közelharcra? Használták, igen, a rohamfokost 1916-ban használták először az osztrák-magyar csapatok, azon belül csak magyar ezredek használták. 16 januárjában Toporúc és Ráránce térségében, és pedig a hadsereg négyféle rohamfokost használt. No, hát a filmben megszemélyesítesz egy embert. Ez egy létező ember, Mádespach Viktorról mintáztad a filmet, ugye? Részben róla, részben még három másikról, igen. Jó, kíváncsi a másik három is, Mádespach Viktor ennek a korszaknak nagyszerű embere. Ugye 16-ban, amikor románok betörnek, a Retyezádban gerilla csapatot szervez. Van róla egy kiváló könyve, ugye, amikor Bukarestet is elfoglalják, és Bukarest utca meg Konstancát is, azt hiszem. Ugye a románok az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig. Igen, ez a címe a könyvnek. Majd utána 1920-ban menekülni kényszerül Erdélyből, ezt leírja a Menekülésem Erdélyből című könyvbe. Nem is értem, hogy nem forgattak ebből egy jó Rambó filmet, amivel megnyerhettük volna 18-19-et, vagy az amerikaiak a vietnámi háborút. Majd utána a nyugat-magyarországi felkelésben vesz részt. Tehát gyönyörű életút. Valójában jó 20-25 évvel megelőzi korát, hiszen olyan fegyverzetet, olyan eljárásokat vezet be a harcai során, amit aztán később az amerikai hadsereg a II. Világháborúba, vagy pedig a vietnámi háborúba kezd el használni. Mádespach Viktor már 1916 őszén és telén használja. A Székely hadosztályról beszéljünk egy kicsit, ugye ezek olyan emberek voltak néhány ezren, akik feltartották a sokszoros túlerőben lévő román csapatokat hónapokig. Így van, és ha jól meggondoljuk, ők nem csak Kolozsvár környékén, nem csak Szatmárnémeti, Szinnérváralja, Csucsa, Belényes térségében harcolnak, hanem később, amikor már a Partium területéről is nyugatabbra húzódik a front, akkor is harcolnak, hiszen akkor már nem is Székelyföldöt védik, nem is Erdélyt védik, hanem a történelmi Magyarország területét, sőt, egy részük csak azért, hogy tovább harcolhasson az ellenség ellen, még a Vörös Hadseregbe is beáll. Hogy van az, hogy a Károlyi kormány ugye nem jeleskedett az ország megvédésében? A Székely hadosztályra parancsot ad Kratofil Károlynak, hogy hozza létre ezt a hadosztályt, lehet, hogy talán nem ezzel a névvel, de aztán utána igaz az a legenda, hogy küldenek nekik ágyukat, de ezt Pogány József, az akkori katonai népbiztos, a katonatanács elnöke, nem még biztos, még bocsánat, a katonatanács elnöke tönkreteszi, vagy tönkreteteti? Ez nem legenda, igaz. Úgy szabotálták a Székely hadosztály harcait Budapestről, ahogy tudták. Leszerelték az ágyukról az irányzékot, úgyhogy egyáltalán nem lehetett célozni. Úgy sovasat kaptak. Amikor visszajönnek néha Nagyváradra, akkor a tisztjeiket leköbdösik, letépik a tisztirangokat, szidalmazzák őket, Püspökladányban például, vagy Biharkeresztesen, nem tudom pontosan, a két település közül az egyiken, például a Verbőci Kálbán agyon akarják lőni, a katonái szabadítják ki. Miközben a hazájukért harcoltak, hányan voltak összesen, 8-9 ezeren? Nincsenek annyi. Nagyjából 6 ezer, amikor legtöbben vannak, akkor talán elérik a 6 ezeres létszámot, de más adatok szerint 4500-an vannak. És feltartanak egy náluk jóval-jóval sokkal nagyobb román haderőt. Sokkal nagyobb. Öröm látni ezeket a fegyvereket, öröm látni azt az elszántságot, ami is tükröződik benned. Nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondtad. Szinte alig van olyan magyar játékfilm viszont, amely a korszakkal foglalkozna. Már ugye mondtuk, hogy Mádespach Viktorról például kiválót lehetne forgatni. Mi találtunk egy 1959-es magyar művet, amelyet Mack Károly rendezett. A kor, azaz az 50-es évek politikai beállítódásának megfelelő stílusban. Mindjárt erről beszélgetünk tovább. Honnan, elvtársak? Honnan jönnek, elvtársak? Katonák! Állj! A románok végig a Tiszánál vannak. Szolnoknál állítólag át is jöttek, majdnem Ceglédig. Azt mondják, Samueli visszaverte őket. Jó lenne, ha így lenne. Hanem itt fönn, itt állunk a legkutyábbul. Tokajnál a cseh és román front egyesült. Kutyaszorítóban vagyunk. Nem csak mink, hanem az egész ország.
mennyire hiteles ez a film? Ugye azt hallottuk, hogy Samueli visszaverte a románokat, tehát ez óriási. Részben igen, részben nem. A konkrét eset, amiről szó esik a filmen, hogy Tiszafürednél verik vissza a románokat, nem a vörösök verték vissza, hanem a székely hadosztály tagjai, pontosan Verbőci Kálmán századaiból, ami megmaradt. Tehát egész pontosan a Tiszának a bal partján foglalnak hídfőállást, vörösök megfutnak, a jobb szárny megfut, és hosszas harcok után kénytelenek Verbőci katonái is visszavonulni Poroszlóra, de akik megállították a román támadást, nem a vörös hadsereg katonái voltak, hanem a székely hadosztály tagjai. De ugye előtte Csucsánál is ez történt, hogy a vörösök, a nemzetközi vörös brigádok futottak, és a székely hadosztály tartott ki, csak aztán visszavonulásra kényszerült, mert a hátát már nem bírta senki. Egyetlen puskalövés nélkül feladták állásaikat, hiszen amikor az ottani székely hadosztályt kicserélik, az ottani csapatokat egy nemzetközi vörös brigádra, először bevonulnak, egész élen részegeskednek, útközben lövöldöznek a vonatból, ellövik a lőszer készletüknek több mint felét, és amikor a román támadás április közepén megindult, első lövésre megfutottak. Mit tudunk mondani arról, hogy hogy gondolkodtak az 50-es években erről a, hát mégiscsak azt kell, hogy mondjunk, hogy tulajdonképpen nem volt honvédőháború, mert gyenge próbálkozásaink voltak, vagy erőteljesebb próbálkozásaink, de nem a központi hatalom erőteljes támogatásával. Szóval hogy gondolkodtak az 50-es években erről a 18-as, 19-es történetről? Az 50-es években a székely hadosztályt árulónak tartották, és valóságban nem lehetett beszélni róla, és annál sajnálatosabb, hogy 90 után is alig esett szó történelem órákon, például a közoktatásban nem került bele. Na most azért itt mégiscsak arról van szó, hogy az 50-es években ugye a testvéri szocialista országok, Csehszlovákia, Románia, ugye Jugoszlávia, az nem is tudom, hogy akkor, amikor a film készült, akkor testvéri volt vagy nem, és a Szovjetunió bitorolták Magyarország területének egy részét. A filmben ezt hogy kezelik, ezt a helyzetet? A filmben egy-egy pillanat erejéig megjelenik két román tiszt, egy román katona, és három cseh katona, és két francia tiszt. Tehát említést tesznek, hogy a cseh imperializmus, illetve a román bojárok, mert nyilván akkor úgy tartották, hogy valójában nem a román nép és nem a cseh nép ellen harcolnak, hanem a cseh imperializmus és a román bojárok ellen. Akkor ennek szép példáim, azt hiszem van a filmben egy olyan rész, amikor nem hajlandók lőni a vörös katonák a cseh elvtársakra. Igen. Mi az úristen van itt? Mi nem lőttek? Ezek itt csehek. Na és? Hát a csehek szociáldemokraták. Elvtársakra nem lőttek. Ők tám megy magad köpködnek, te marha! Majd észhez térnek, még nem lőttek. Így határozott a helyi csoport vezetősége. Ez valóban elhangzott a komiszárok szájából, hogy ne lőjenek a románokra, próbálják őket meggyőzni. Hát az egy háborúban nem gyümölcsöző megoldás, köszönöm szépen. Kedves nézőink, mindjárt innen folytatjuk, most lássuk, hogy mi minden lesz még ma. A román megszállás mindennapjai és egy amerikai tábornok a magyarok védelmében, a Bentholz napló nyomában. Akik elkerülték az országvesztést, a törökök szabadságharca a békediktátum ellen. Mi lett volna, ha a magyar hadsereget nem szerelik le? Elkerülhettük volna a román megszállást, vagy az ország szétdarabolását? Magyarország román megszállása mély nyomokat hagyott a néplélekben. A hódítók atrocitásai a magyar lakosság és nemzeti kincseink ellen pedig jórészt megtorlatlanul maradtak. Ebben a reménytelen pillanatban tűnt fel egy amerikai tábornok, aki Móresre tanította a fosztogatókat Budapesten. október 5-e vasárnap. A Nemzeti Múzeum udvarára katonai teherautók gördülnek be. Egy századnyi román katona követeli a bebocsátást. Mindent el akarnak vinni, ami Erdélyhez kötődik, mondják. A gyűjtemény dolgozói Szerbeszku román tábornok felszólításának nem tesznek eleget, húzzák az időt, segítséget hívnak. A helyszínre Harry Hill Bandholz tábornok érkezik, aki 1919. augusztusa óta a Szövetséges Katonai Ellenőrző Bizottságban az Amerikai Egyesült Államok magyarországi képviselője. Amikor Bandholz megérkezett,
román őrség volt a múzeum körül. A naplójában annyit ír, hogy megpróbálták megállítani őket, de nem köszönték meg. Itt sejtetni engedi, hogy esetleg a lovagló ostort használta, amikor áttört a román őrségen. Semmilyen garancia nem volt arra, hogy a románok mennyit visznek el a háborús helyzet miatt ládákba csomagolt értékekből. Ráadásul 19-ben az épületben őrizték a természettudományi és néprajzi gyűjteményt, valamint a későbbi Nemzeti Galéria és a Széchenyi Könyvtár állományát is. Sőt, igen sok erdélyi nemesi család is oda menekítette kastélya berendezését és ékszereit. Harry Bandholz azonnal intézkedett. Lezárták az ajtókat, ehhez külön ilyen papírzárjegyeket csináltak, ugye, amit ha föltéptek volna a románok másnap, akkor nyilván annak nyoma marad. Ezt saját kezüleg írta meg és pecsételte le Bandholz. A Budapestet a nagyhatalmak engedélye nélkül elfoglaló román csapat tevékenységét az Antant katonai missziója volt hivatott ellenőrizni. Bandholz közbenjárására megtiltották, hogy a románok a Nemzeti Múzeumba vagy bármely más közgyűjteménybe behatoljanak. A budavári palotát is megmentette a kifosztástól. Ott is nagyjából egy századnyi román katona próbált meg turistaként körülnézni a palotában. Értesítették erről Bandholzot, és megállította ezt a behatolási kísérletet. Az amerikai tábornok híres lovagló ostorát és naplóját ma stílusosan a Magyar Nemzeti Múzeum őrzi. Vannak egészen humoros jelenetek vagy kiszólások, akár a románokkal kapcsolatban is. Az egyik kedvencem az, amikor tábornok társainak fölveti, hogy most már kellene a románok számára egy érdemrendet alapítani, aminek a Ali Baba is a 40 rabló lenne a neve. A tábornok 1920. februárjáig tartózkodott Magyarországon. Tette itt a honi utókor, egy szoborral hálálta meg 1936-ban. Társa lesz ez a szobor, annak a másik szobornak a Városligetben, amelyet a legnagyobb amerikainak emelt a szabadság szerető magyar nemzet. A művet a II. Világháború után az Egyesült Államok nagykövetségén őrizték. 1989 óta ismét a Szabadság téren látható. Percer Oliver történésszel folytatjuk a beszélgetést. No, akkor kezdjük talán ott, hogy a románok ugye eljutnak Magyarország szívéig, sőt Győrig is eljutnak, de hogy zajlik ez a folyamat? Kezdjük mondjuk 1918. október végénél, november elejénél, aztán nézzük meg 1920-ig. Igen, hogyha román megszállás történetét vizsgáljuk, akkor 18. november 13-ra kell visszautalnunk, ez a belgrádi fegyverszüneti egyezménynek a dátuma. Amiről már beszéltünk, hogy nem volt éppen egy sikeres történet, tehát jobb lett volna nem oda menni. Így van, de mindesetre itt meghatároznak egy demarkációs vonalat, amely Erdélyt kettészeli, és felhatalmazást ad a román hadsereg számára, hogy oda behatoljanak, illetve a magyar hadseregnek pedig ki kell vonulni arról a területről. Ezt követően szállják meg Erdélyt, és 18. decemberében fokozatosan megszállják, bevonulnak a városokba, Kolozsvárt karácsonykor szállják meg. Ezután némi fegyvernyugvás jön, de időközben feláll a Párizsi békeszerződés, 19. januárjában és február 19-én egy újabb demarkációs vonalat határoznak meg. Ez majd, hogy nem a mai magyar-román határ, ugye Vásárosnamény, Debrecen, Békéscsaba, ez a Gyula-Hódmezővásárhely vonal, ismét csak felhatalmazást ad az Antant, a román politikának, a román hadseregnek, hogy szintén elfoglalják az egész területet. Ezt adja át jegyzékben Vix, erre mond le Károlyi, amely után furcsa, erről külön lehet beszélni, hogy tanácsköztársaság jön létre, amely viszont egy jó ürügyet szolgáltat a románoknak, egy újabb támadásra, azért, mert legyőzni a vörös uralmat. A vörös hadsereget, a vörös uralmat, tanácsköztárságot. Végig ezt hangoztatják, hogy ők a,
a Magyar Tanácsköztársaságot jönnek legyőzni. És ekkor mondjuk a mondjuk úgy, hogy békekonferencia, ugye mi szempontunkból ez valahogy nem így néz ki, de nevezzük ki, a békekonferencia nem mondja nekik azt, hogy hoppá, vissza az eredeti vonalra, mert hogy azt jelöltük ki nektek? Ekkor még nem. Tehát egy Debrecen és Győr az elég komoly távolságra van egymástól? Ekkor április 16-án indul meg az újabb támadás, és itt ebben az időszakban, ugye Párizsban még arról van szó, hogy ezt a területet elfoglalhatják, sőt felhatalmazást adnak arra, hogy bevonuljanak és ott berendezkedjenek. Később, miután Budapestet is elfoglalják, akkor már jönnek kritikák Párizs felől is, hogy azért most már elég. A kritika az mit jelent? Azt mondják, hogy így nem kapjátok látják, meg Erdélyt? Vagy? Látják jól, hogy túlzásba estek a rekvirálásokkal, valójában egy rabló hadjáratot folytatnak, és ezt már nekik sem, tehát túl sok ez az egész, de nem azért, mert meg sajnáltak bennünket, hanem a többi létrehozott államnak kevesebb hadizsákmány jut. Na akkor nézzük meg a veszteségeket. Valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy Magyarország akkori két évi nemzeti jövedelmét rabolták el a románok Magyarországról, kifosztották gyakorlatilag az országot. Ön mit tud mondani, hogy mekkora ez a fosztogatás, illetve mi lett ezek a gyárakkal, mert volt olyan, aki azt állítja, hogy nem azért vitték el, hogy ott felállítsák, hanem azért, hogy nekünk minél nehezebb legyen, és lerakták valahol a Kárpát-hágói mellett némelyiket. Igen, ezt meg tudom erősíteni. A mértéke az hatalmas, a számszerűen ez 25 milliárd koronát jelent. Nehéz ezt az összeget ma meghatározni, de talán 300 korona volt egy budapesti heti kereset, tehát irdatlan ez az összeg. Leszerelték a gyárakat, üzemeket, ipari területeken. A Dunától valószínűleg azért vonultak be, hogy azért mentek el Győrig, mert az ottani Európa hírű és 5000 embert foglalkoztató győri ágyúgyárat leszereljék. Mindent leszereltek az utolsó szögig, üres csarnokot hagytak. A Diamandi román miniszter Budapesten adott egy interjút, és ő azt nyilatkozta, hogy azért tart eddig a román megszállást, mert le kell szerelni az ellenséget. Vagyis az ő szemszögükből nézve ez tulajdonképpen ilyen preventív hadjárat, ellenségek voltunk számukra, és leszerelték az országot. Mindent vittek, repülőgépektől, autókig, tűzoltóautókig, vasúti kár is hatalmas, természetesen termények, állatok, lovak, szarvasmarhák. Igen, a királyi vonat is, ha jól sejtem, hozzájuk került, ugye? Igen, és valóban több helyen félregurítva, több vidéki vasútálló, romániai vasútállomáson később botrosdásodtak a elvitt gépek. Ugye nem volt hozzá szakértelmük se összeszerelni, de legalábbis innen vigyék el, tönkre tegyék Magyarország, az megmaradt Magyarországot, és saját magukat felszereljék. Na hát ezek az anyagiak. De igen, ugye emellett van emberveszteségünk, ugye hát tudjuk, Köröstárkány, Kisnyégerfalu, ugye 100 civil ember körülbelül, igen, csak ott a halottak száma. Az ön kutatásai alapján mit tudunk mondani, mekkora a veszteségünk? Igyekszem összeállítani a román megszállás halálos áldozatainak egy regiszterét. Most 1350 áldozatnál járok. Ez több, mint a vörös terror meg a fehér terror együtt. Igen, ez így több, és még nem értem a végére a kutatásnak, valószínűleg még több lesz ezáltal. Ezeti forrásokat nézem, levéltárakban, múzeumokban, halotti anyakönyveket is átnézem, sok helyen be van írva, hogy a román katonák gyilkolják meg. Most az atrocitásoknak, a gyilkosságoknak, hogyha már az áldozatokra beszélünk, itt három kategóriáját állítottam föl. Az első az a kivégzés és megtorlás, amelyre akkor kerül sor, amikor bevonulnak egyes helyeken, és ahol, említettem párat, ahol ellenállást tapasztaltak, vörös katonák, szégyek katonák ugye ellenállóan fogadták a érkezőket, ott bizony megtorlás szándékkal és bosszutálnak a románok a saját veszteségeikért. Nyírmegyesen 28 főt végeznek ki. Ugyanez történik tehát a bevonuláskor, és a
másik, talán még több áldozat esik, a tiszai offenzíva, a Vörös Hadsereg tiszai offenzíva, ugye július 20-ától pár napig tart, Szolnok térségében, meg Csongrád térségében leginkább. Ott is pár napig előre nyomulnak, amikor visszaérkeznek a románok, sokszor a civil lakosságon állnak bosszút a saját veszteségeikén. Fegyverneken 48 embert végeznek. Ön most dolgozik ezen az egész ügyön, könyvet ír róla, ha jól sejtem, mikorra lesz készen? Így van, valójában többet egyszerre, ez az áldozatregiszter is egy könyvé válik, igyekszem az idén befejezni. Egy másik, amit kollégámmal, Bödő Gergellyel együtt dolgozunk, az egy dokumentumkiadvány lesz, a román megszállás jellemző dokumentumait adjuk közzé egy komoly tanulmánnyal bevezetve. Jó, tehát idén vagy jövőre várhatjuk mindenképpen ezeket a kiadványokat. Köszönöm a beszélgetést. Nem csak a magyarok jártak rosszul a világháborút lezáró békerendszerrel, mondjuk így. A törökök bizonyos szempontból hasonló cipőben jártak. Szomszédaik és a nagyhatalmak a török területek szétosztására készültek. A török nép azonban ebbe nem törődött bele. Nézzük, mi történt. Az egykor hatalmas és erős oszmán birodalom a 19. századra jelentősen meggyengült. Az Európa beteg emberének nevezett ország az első világháborúból is vesztesen került ki. A győztes antant hatalmak 1918-tól kezdték megvalósítani azt, amiről korábban titkos egyezményekben már megállapodtak, vagyis az ország felosztását maguk között. Főleg Nagy-Britannia politikusai gondolták úgy, hogy előtt az idő arra, hogy megoldják a keleti kérdést. A keleti kérdés a Törökország sorsával kapcsolatos problémát jelentette, és úgy gondolták, hogy a korábbi történelmi korszakokkal szemben a katonailag, politikailag meggyengült török birodalmat föl kell osztani. Nagy-Britannián kívül Olaszország és Franciaország is területeket követelt magának. Görögország ugyancsak terjeszkedni akart szomszédja rovására, és az újra alakuló Örményországnak, illetve a kurdoknak is ígértek területeket. A helyzet fokozatosan romlott. A szultán és kormánya a súlyos követelésekre és az egyre nagyobb méretű katonai megszállásra adott válasza elégtelen volt. Úgy tűnt, az ország szétmarcangolását semmi és senki sem állíthatja meg. Ekkor tűnt fel az eredetileg mindössze rendteremtésre kiküldött dandártábornok, a háborús hős Mustafa Kemal, aki kongresszust hívott össze Anatóliában, és ellenállás szervezésébe fogott. Kialakult Törökországban egy új hatalmi központ, ez Ankarában, belső Anatóliában alakult ki. Egy saját országgyűlést hoztak létre, egy saját kormányt hoztak létre, amelynek központi alakja Mustafa Kemal pasa volt, aki szervezte a török hadsereget is, amely 1918-ra szétesett, mivel az ankarai kormányzat nem nyugodott bele abba, hogy Törökországot föl akarják számolni, éppen ezért fegyveres harcot indítottak azok ellen, az erők ellen, amelyek Törökországot szét akarták szedni részeire. A nemzetiek eleinte kifejezetten az ország törökök lakta területeinek megtartására szervezkedtek. Csak jóval később álltak ki nyíltan a köztársasági elv mellett. Ehhez nagyban hozzájárult, hogy 1920. augusztus 10-én a szultán küldöttei aláírták az antant hatalmak békediktátumát, amely megfosztotta az oszmán birodalmat területeinek nagyjából háromnegyedétől. Ez még a magyarokkal kötött békénél is súlyosabb volt. Abban az esetben, hogyha a Sèvres-i békeszerződést elfogadták volna a törökök, abban az esetben talán a török lakosságú területek egynegyed része maradt volna meg. Most ilyen arányt illetően azért ismerjük annyira a politikát, az akkori politikát is, hogy gyakorlatilag Törökország már nem létezett volna független hatalomként. A békediktátum oszmán aláíróit azonban a nemzetgyűlés hazaárulónak ítélte, a szerződést elutasította. Kemal pedig mozgósított. Elkezdődött a törökök szabadságharca, amely egyre több katonai sikert hozott. A törökök az újjászervezett hadsereg révén
első sikereiket az örmények ellen aratták, akik ugye egy nagy örményországot akartak létrehozni, ez a szovjeteknek sem állt egyébként érdekükben. Éppen ezért 1920-ban már gyakorlatilag a törökökkel együttműködtek, úgy anyagilag, mint politikailag. Anyagilag ez azt jelenti, hogy 10 millió aranyrubelt adtak az ankarai kormánynak. Többek között ebből szervezték újra a hadsereget, és ennek köszönhetően adtak sikereket. Az örmények után nyugaton a görög hadsereggel vették fel a harcot. A többfrontos küzdelem azonban jelentős áldozatokat követelt a törököktől. A nagy honvédő háborúban mindenkit hadra fogtak, akit csak lehetett. A nők is bekapcsolódtak a harcokba. Ők húzták a frontra, sokszor nagyon nehéz, hegyes terepen át, a fegyvereket és utánpótlás szállító szekereket. Lőszert gyártottak, fegyvereket kovácsoltak, a hátországban művelték a földeket. A majd 5 éven át tartó küzdelem meghozta az eredményét. Nagyon jó kilátásokkal kezdték ezt a háborút, részben a polgárháborút, ugye a szultáni kormányzat ellen, részben pedig a függetlenségi háborút valóban, azok ellen, a hatalmak ellen, amelyek Törökországot szét akarták tépni. Tehát egyrészt volt egy nagyon jó értelembe vett török nacionalizmus, ami ugye nyilván nem tűrte el azt, hogy akár a volt antant hatalmak, akár pedig a hozzájuk bármiféleképpen kapcsolódó országok Törökországból részt kérjenek. Török tudomásul vették, hogy azokat a területeket érdemes és kell megtartani, amelyek túlnyomó részt török lakosságú területek. Itt nyilván számíthattak a lakosság támogatására teljes mértékben. A másik, jól ismerték az országot, ellentétben például a görögökkel, vagy akár a britekkel, tehát tudták azt, hogy hol milyen területeken érdemes ellenállni, és abban az esetben, hogyha a húzamosabb időn keresztül ellenállnak, tisztában voltak azzal, hogy politikai szempontból sem bírják a támadók a törökökkel szembeni fellépést. A törökök megvédték hazájukat, s végül a számukra kedvező feltételeket tartalmazó új békét 1923. július 24-én Svájcban rögzítették. Ez volt az első világháborút követő egyetlen olyan békeszerződés, amelyben nem a szövetségesek akarata érvényesült. Na akkor a török példa után folytatjuk azzal, hogy mi lett volna, ha mi is így cselekszünk, mozgósítunk, csapatokat vezetünk a határra, a Kárpátok gerincére, és védekezünk. Nájnai Mihállyal és Ligeti Dáviddal folytatjuk újra ezt a beszélgetést. Tehát mi lett volna, ha ezt megtesszük? Én azt gondolom, hogy jól lehet, a katonai erőviszonyok valóban nem kedveztek Magyarország számára, hiszen ha összeadjuk az antant erőket, amelyek Magyarország határa felé mozogtak, illetve magyar határ közelében állomáshoztak, akkor azt látjuk, hogy ha nyerszámokat megnézem, nagyjából egy 75 hadosztállyal kell számolni az ellenség oldalán. Ez kicsit a későbbi ismereteinkre átfordítva, az erőben hasonló, mint ami a II. Világháború végén, ugye itt a három ukrán front személyében Magyarországon megjelent, tehát nehéz helyzetben voltunk, ezt nem eltagadni, viszont az ellenségeinknek az érdekei is sokszor különböztek, illetve divergáltak. Tehát itt számolunk egy olasz délszláv ellentéttel mindenképpen, délszláv-román relációban is igazából nagyon sok vitás pont volt, súrlódási pont volt. Tehát az így van, tehát ez hibás gondolat lenne azt mondani, hogy a mondjuk így magyar ügyel szemben egy egységes antant akarat lett volna, ez nem igaz. Tehát itt nagyon, nagyon bonyolult volt a képlet, és a utólagos ismereteink alapján azt lehet mondani, hogy az első világháború után rendezések azt mutatták, hogy ahol megszervezték a fegyveres honvédelmet, akár territoriális, tehát helyi szinteken, akár községi szinten is az egyes települések, ott volt arra esély, hogy az eredetileg elképzelt demarkációs vonalakon lehessen esetleg valamit változtatni, alakítani. Tehát az utólagos ismeretek ebből a szempontból abban az irányban mutatnak, hogy itt az első világháború utáni rendezésben az volt a lényeg, hogy ki őrzi a területet, ki van mondjuk így birtokon belül, ha lehet ezt a szót alkalmazni. Tehát a maga idejében viszont ugye az elmélet is érvényesülhetett, hogy hát majd ezek a demarkációs vonalak jönnek, mennek, és igazából az lesz a lényeg, hogy a békeszerződés, békediktátumok hol jelölik ki majd az új határvonalakat. De itt azt kell kiemelnünk, hogy a Károlyi kormányzatnak a magatartása azért vétetetlen 1918-19 vonatkozásában, mert amikor bekövetkezik már Trianon, tehát lehet tudni, hogy ezek a demarkációs vonalak milyen pontok mentén válnak valódi államhatárokká,
akkor ennek tudatában sem határolódtak el az akkori katonapolitikájuktól. Tehát ez szerintem nagyon lényeges leszögezni, és nem gyakran tesszük talán meg, de most itt ezen a ponton ezt alkalommal megtenni, hogy a későbbi ismeretek birtokában is kitartottak tulajdonképpen amellett, hogy az a politika, az a katonapolitika, amit 1918 végén, 19 elején követtek, az alapvetően helyes volt, még hogyha a katasztrófa tényét nem is tagadhatták. Az a helyzet, hogy Botlik József tanár úr egyszer elmondta nekünk, hogy a Zsolt Lajstromok szerint 1918. decemberében 6500 cseh katona volt a Felvidék területén, ennyien kezdték ezt a 62 000 négyzetkilométernyi területet megszállni, és 5000 román kezdett el, hát minden másodiknál volt puska bevonulni Erdélybe, tehát hogyha akkor elkezdünk védekezni a határokon, ott még lett volna esély talán? Valóban így van, sőt ugye a Felvidékre kezdetben 18 decemberében betörő cseh alakulatokat sikerült is jelentős részben kiverni, például Pozsonyból is, illetve itt kapcsolódnék a Dávid által elmondottakhoz, tehát hogy a helyi önszerveződés nagyon lényeges. Sikerült kiverni, de utána miért nem sikerült a Károlyi kormány visszavonási parancsot adott? Ugye egy más kérdés, hogy a cseh légió, ami azért már egy szervezettebb erő volt, hiszen az első világháborúban harcolt, megérkezett, és jóval erőteljesebb haderőt képvisel, de az is igaz, hogy a Károlyi kormány tartotta magát az Antant által diktált demarkációs vonalakhoz, tehát tulajdonképpen a második esetben, amikor a nagyobb erejű cseh támadás érkezik, akkor a magyar hadsereg és a magyar állam az kiüríti a felvidéki területeket. Visszavonulás Erdélyben is, és mindenhol. Így van. Ugyanakkor természetesen teljesen egyértelmű az is, amit Ligeti kolléga mondott, hogy az egyes helyszíneken való ellenállás, ugye Balassa gyarmat a legközismertebb, ugye arra a húzó egy vasútvonal, aminek a hiány ma a szlovák területen jókora vasúti kerülőt kell tenni. Tehát okkal feltételezzük azt, hogyha az a csekély jelentőségű helyi ellenállás Balassagyarmaton nem történik meg, akkor valóban Balassagyarmatot a szlovák területhez csatolják. És hát nagyon sok tényezőt emelhetünk itt még ki. Nagyon látszik a korszakban az Antant maga, tehát a nagy Antant hatalmak nem nagyon szeretnének akár csak egy katonát sem áldozni ezért a térségért. Lovászi Márton ugye 1919. januárjában azzal a feltétellel vállalná a kormányalakítást, hogy francia Antant haderő érkezik Budapestre. És kikosarazzák, nem érkezik francia Antant haderő Budapestre. Tulajdonképpen az Antantnak az a hozzáállása látszik, hogy a helyi hatalmi tényezők egymás között játsszák le, hogy mi lesz a végső eredmény. És ebben a kérdésben azt gondolom, hogy egy vállalhatatlan döntés eredménye az, hogy Magyarországon kísérlet sem történt az ellenállásra, ami a korszakban az egyetlen lehetőség volt valójában területek megőrzésére, és ha csak a cseh viszonylatban sikereket tudunk elérni, akár Kassa, vagy Dunaszerdahely, vagy bármilyen esetben, akkor már ez egy, azt gondolom, hogy komolyan más alternatíva, mint ami megvalósult. Hát igen, ugye ha megnézzük a világháborús veszteségeket, akkor Magyarországnak 6%-nyi vesztesége volt nagyjából a világháborúban, Csehországnak is körülbelül ennyi. Nyilván a felvidéki területeken is ennyi volt, de Romániának már 9%-os vesztesége volt. Szerbiának 14,5, tehát kivérzettebb állapotban voltak, mint mi, ráadásul Románia kettős háborúra kényszerült, hiszen a Szovjetunióval is küzdött éppen Beszarhábiáért. Hát igen, akkor még Szovjet-Oroszország néven, de valóban igen, a szovjetekkel szemben is háborúzniuk kellett, és valóban, tehát hogyha ezt is gyakran elfelejtjük kicsit a viták során is, vagy a dolgozatok készítése során is, hogy picit talán mindig magyar szemszögből közelítjük meg ezt az egész 18-19-es kérdést, de valóban a túloldalon, tehát az ellenségek oldalán sem túl rózsás a helyzet, finoman fogalmazva. Tehát gondoljunk bele, hogy egy szerb haderő például 1912 óta gyakorlatilag folyamatosan háborúzik 1918 végéig, lényegében egy békeév nélkül, és az ő veszteségeik a katonai téren 80% fölöttiek. Tehát ezt mindenképpen érdemes tudatosítani, még ha nem is gyakran tesszük talán meg. Tehát nem lehet azt mondani csak, hogy egy magyar végzet vagy fátum lett volna itt 18 végén, hogy elkerülhetetlen lett az a helyzet, ami kialakult. És még egy dolgot érdemes itt szerintem mindenképpen megállapítani, hogy jól lehet a későbbiekben a mindent visszajelszóva lesz igazából a revíziónak a vezérigéje. De nem azt mondom én se, és szerintem a kollégák se, akik ebben az értelemben publikálnak, vagy ezzel a korszakkal foglalkoznak, hogy a történelmi Magyarország teljes integritásának megőrzése lehetséges lett volna 1918 végén. Erre valószínűleg nem a legjobb válasz természetesen, hiszen egyszerűen az etnikai összetétele ennek a történelmi államnak olyan volt, amely nehezen lett volna föntartható. Bocsánat, de egy népszavazást elérhettünk volna? De egy népszavazást mindenképpen elérhettünk volna, így van, és ami a legfontosabb az, hogy a
magyar lakosságú területek, ahol egyértelműen a magyar lakosság volt többségben, ezeknek a megőrzése mindenképpen egy elérhető kívánalom lett volna 1918 végén is, és a korabeli szakírók is ezt talán már sok helyen ki is emelik, hogy ha ezt a célt a magyar állam eléri 1918 végén, 19 elején, akkor azt mondhatjuk, hogy az első világháború utáni rendezés, békerendezés itt ebben a közép-európai régióban is jóval igazságosabb lehetett volna, amelynek a pozitív következményeit jobban éreznénk így a 21. század kezdetén. A több hangszeren kell játszania egy országnak, nem csak a bele nyugvás hangszerén. És én itt még a személyes tényezőt szeretném kiemelni. Károlyi? Így van, tehát a török párhuzam is, bár számos ponton tudjuk, hogy más nagy geográfiai mélység, de a személy, tehát hogyha van egy központi akarat. Tehát, Tisza István lehetett volna ilyen? Én azt gondolom, hogy Tisza személyiségében bár alkalmas rá, de a politikai helyzetben ő olyan szinten a háborúnak a szimbólumává vált, hogy nem hiszem, ugye maga Tisza is azt mondja, hogy ne őt bízzák meg, József főhercegben fölmerült október végén 18-ban, de a személyiségre visszatérve, tehát, hogy itt mindenféle vitákat folytatunk, lehetett volna, vagy nem lehetett volna, a tény az, hogy nem volt rá kísérlet, központilag szervezett kísérlet nem történt, és a török példában is ezt nyugodtan elképzelhetjük, hogy egy központi akarat, egy Atatürknek a szervező tehetség és minden egyéb nélkül bizonyára máshogy alakul. Tehát azt rögzíthetjük, hogy Magyarországon a Károlyi kormány által központi kísérlet nem történt az ország megvédésére, márpedig a korszak körülményei között azért ez nem volt egy elképzelhetetlen gondolat, ahogy azt a beszélgetés során körüljártuk. Ahhoz a naivitáshoz, a külpolitikai doktriner gondolathoz ragaszkodva tulajdonképpen az országnak a ellenállás lehetőségét áldozták föl az Antant barátság és pacifizmusnak a jegyében. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondták. Nem volt jó hallani egy csomó dolgot persze így 101 néhány év táblatából, de mégiscsak ez egy kicsit más történelmi gondolkodás, mint amit mondjuk 1945 után hallhattunk, úgyhogy nem köszönöm önöknek ezt a beszélgetést. Kedves nézőink, mai adásunk végére értünk. Jövő héten mintegy 25 esztendőt ugrunk tovább az időben, de maradunk Magyarország fővárosában, azaz Budapest Erődben, 1944-45-ben. 1944 karácsonyán, egészen pontosan 26-án az ostromgyűrű be is zárult Budapest körül. Innentől fogva gyakorlatilag városharc alakult ki, házról házra, tömbről tömbre, sok esetben emeletről emeletre. Kedves nézőink, önök az M5 históriát látták. Jövő héten ugyanebben az időpontban várjuk önöket. Kövessenek minket a közösségi médiában is. Műsorunkat pedig visszanézhetik a mediaclick.hu weboldalon és a YouTube-on is természetesen. Viszontlátásra!